Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Gulyás Anita vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Retro majális Szexárdon színes programokkal és fellépőkkel várták az érdeklődőket. Útfejlesztés, több mint 4 milliárd forintból épülnek és újulnak meg köz- és kerékpárutak Szexárdon és környékén. A cél támogatni a rászoruló fiatalokat, rendőrök és roma vezetők egyeztettek közoktatási szakértőkkel. Hirdető táblával dobta be a szélvédőt, több hónap börtönbüntetésre ítélték a rongálót. Újra a retro jegyében zajlott az idei majális Szexárdon. Ezúttal is sokan látogattak el a Prometheus Parkba. A szervező Babits Mihály Kulturális Központ színes programokkal és fellépőkkel készült az érdeklődőknek. Sziasztok, Dorka vagyok, 4 éves jól kikeverék kutyus. Négylábú kedvencekkel és gazdáikkal telt meg a Prometheus Park május 1-én délelőtt Szexárdon. Idén 35 nevezés érkezett az ebugatta kutyamustrára. Mudi keverék vagyok, ami ugyan külsőmön annyira nem látszik, de 100% Mudi egyéniség vagyok. A hobbi és keverék kutya szépség versenyen a zsűri elsősorban az állat küllemét, a kutya-gazdi közötti kapcsolatot, illetve az ebb viselkedését figyelte. Porkoláb Zsófi Mangóval indult a megmérettetésen, aki egyébként egy 1 éves beagle és puli keverék. 1 éves, és ő a kutyusom. Nagyon szökös volt, egyszer elszökött bajáig is, tolnán lakunk vele, és nagyon szeretem. Berlinger Attila igazgató elmondta, hogy a majális a közösségek, családok, baráti társaságok ünnepe. A legfontosabb az volt, hogy mindenki fesztelenül érezze magát a rendezvényen, ahol egyébként egésznapos programmal várták a látogatókat. Számos helyi és környékbeli hagyományőrző együttes, tánccsoport, sport és mozgásművészeti stúdió települ ki ilyenkor a Prometheus Parkban, nem maradhat el a retro hangulat. Az éttermek, a büfék is, ugye sörrel, víslivel is várják természetesen a Prometheus Parkba érkezőket. Délután is nagyon sok kulturális program lesz, együttesek, zenekarok, helyiek, messzebbről érkezők is ellátogatnak ma hozzánk. 14 órakor egy nagyszerű oldtimer autó bemutató, ezt is nagyon sokan várják, az itt lévők közül már hallottuk korán reggel. És hát este pedig 2 sztár fellépő szórakoztatja a közönséget, a Desperado és a Cosmix együttest várjuk. Egy biztos, a jó idő és a jó hangulat is garantált volt idén a Szexárdi Retro Majálison. A Babits Mihály Kulturális Központ májusi programjai azonban még csak most indultak. Az intézmény egyebek mellett készül a közösségek hetére és a már jól ismert Pünkösdi Fesztiválra is. A Dombóvári Szivárvány óvoda 100-szor szép tagovodája a művelődési házban tartotta hagyományos 16. néptánc fesztiválját. A rendezvényt megnyitotta Kerényi Zsolt, alpolgármester. Az óvodás néptáncos csoportok mellett vendégelőadást is megtekinthettek a résztvevők az Őcsényi Bogár István Hagyományőrző Egyesület előadásában. Az Európai Bizottság végül meghallotta a magyar gazdák kéréseit, erőfeszítéseink nem voltak hiába valók. Megszületett az uniós szintű megállapodás az ukrán gabonaimport tilalom ügyében, jelentette be Facebook oldalán Nagy István agrárminiszter. A tárcavezető kiemelte, Brüsszel engedett az 5 tagállam Magyarország, Lengyelország, Szlovákia, Bulgária és Románia nyomásának, elismerte a régióban kialakult piaci helyzet súlyosságát és a gyakorlatban egy rendkívüli védintézkedés alkalmazásával lehetővé teszi több mezőgazdasági termék Ukrajnából e tagállamok területére történő behozatalának tilalmát egészen addig, amíg a jelenlegi rendkívüli piaci helyzet fennáll. Megállapodás 4 termékre, a búzára, kukoricára, napraforgómagra és repcemagra terjed ki. E termékek behozatala tehát a jövőben is tilos lesz hazánk területére. Megerősítették számunkra, hogy az Európai Bizottság 100 millió euró összegben rendkívüli támogatást is javasol a határmenti tagállamok gazdáinak. Ezt az 5 tagország között osztanak szét arányosan. Több mint 4 milliárd forintból épülnek és újulnak meg köz- és kerékpárutak Szexárdon és környékén. Ezek egyike az úgynevezett Kesselyűsi út is, ahol biciklisáv is készül. Horváth István, Tolna vármegye 1-es számú választókerületének országgyűlési képviselője elmondta, ezzel a fejlesztéssel Szexárd belvárosa gyakorlatilag össze lesz kötve az országos kerékpárút hálózattal.
Több út is épül, illetve megújul Szekszárdon, ugyanis a Magyar Közút Nonprofit ZRT és a város önkormányzata konzorciumi megállapodást kötött a terület és településfejlesztési operatív programban megvalósuló országos közutak felújítására, illetve új bicikliutak építésére. Az egyik beruházás a 6-os útról Pécs irányából bevezető kemping melletti útszakasz rekonstrukciója, emellett épül a Szekszárdot, Őcsényt és Decset összekötő út két szakasza, az egyik a csörgetói csomóponttól a húsiparig, a másik a tejiparttól az M6-os autópályáig. A negyedik a 7 kilométeres kesejűsi út teljes korszerűsítése az autópályától a Gemenci turisztikai központig. A felújítás pontosan azt akarja, hogy burkolatcserét végzünk, ahol szükséges, mert teherbírási problémák vannak ott. Az alapokat is cseréljük, patka, vízelvezető rendszerek, illetve műtárgyaknak a felújítása történik meg. Ezzel párhuzamosan a 8,8 km hosszban új nyomvonalon új kerékpárút is épül, ami pontosan azt jelenti, hogy a tejipari vállalattól az M6-os autópályáig lesz az első szakasz, illetve az M6-ostól a Gemenci szabadidőközpontig lesz a második szakasz. Teljes kiépítéssel és kialakítással. A több mint 4 milliárd forintos beruházása a Tolnai vármegye székhelyet köti össze az egyik legnépszerűbb turisztikai központtal, ahonnan két keréken akár Domboriig is el lehet jutni. Gazdasági szempontból nagyon nagy jelentősége van, mert így biztonsággal tudják megközelíteni a járművek Szekszárd városát és az ipari parkot is. Másik része dolognak, amit meg kell említenem még, hogy Szekszártól az autópályáig most már nagyon sok üzem létesült, és bízom benne, hogy az ipari park is minél hamarabb be fog népesülni, és így az ott dolgozók is biztonsággal kerékpárral is el tudják érni a munkáit. Horváth István Tolna vármegye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője elmondta, ezzel a fejlesztéssel Szekszárd belvárosa gyakorlatilag össze lesz kötve az országos kerékpárút hálózattal, hiszen egészen Bajáig Bács-Kiskun vármegyébe is el lehet biztonságosan tekerni. És ami fontos, hogy az autópálya és a város közötti szakasza az erősíti a szekszárdi gazdasági szerepét is ennek az útnak, hiszen minden autópálya M6-os lejáró jó állapotban van. Ez az egyik legforgalmasabb, de legrosszabb állapotú leágazás, így ez is teljes egészében meg fog újulni. A tervek szerint a munkálatok 2023 év végéig befejeződnek. Május 1-ével debütáltak az új tömegközlekedési bérlet típusok, az ország és vármegye bérletek. Az új bérletek a korábbiaknál is egyszerűbb megoldást kínálnak, hiszen a napi ingázáshoz és a hétvégi kirándulásokhoz mostantól elegendő egyetlen, közös busz és vonatbérletet váltani. Az új vármegye bérlettel korlátlanul lehet utazni az adott vármegye határain belül, az ország bérlettel pedig egész Magyarországon minden helyközi autóbuszon és nem feláras vonaton. A teljes áru vármegye bérlet ára 9450 forint, a tanulók által váltható kategória pedig 945 forintba kerül. Az ország bérlet esetében a teljes áru 18900 forintba, a diákoké pedig 1890 forintba kerül. A bérletek helyközi utazásra érvényesek, tehát városon belüli helyi járatokra nem. Hátrányos helyzetű fiatalok tanulási lehetőségeiről egyeztettek a rendőrség munkatársai roma vezetőkkel és közoktatási szakértőkkel. A kezdeményezés célja, hogy minél kevesebb diák hagyja abba tanulmányait anélkül, hogy szakmát szerezne. A közoktatási rendszer már az általános iskolában is külön felzárkóztatási programokat kínál a szegényebb családokból érkező fiatalok számára. A szekszárdi tankerületi központ iskoláiban például antiszegregációs munkacsoportot működtetnek, de ingyenes táboroztatási lehetőséget is nyújtanak. A cél, hogy minél kevesebb diák morzsolódjon le, vagyis a lehető legtöbben szerezzenek szakmát vagy érettségi bizonyítványt. Etéren pedig kifejezetten jól áll az országnak ez a része. Ez köszönhető mások mellett a Tolna megyei szakképzési centrumban futó úgynevezett rugalmas tanulási programoknak. A gyerekek készségeihez, képességeihez igazodva lehet a képzési időt végigvinni. A gyerek van fókuszban szigorúan, főleg a kezdetén, amikor is arról beszélünk, hogy hogyan lehet
őt érzékenyebbé tenni arra, hogy szakmát kell tanulni, hogyan lehet erősíteni azokat a készségeit, kompetenciáit, amik ahhoz szükségesek, hogy meg később munkavállaló tudjon lenni. Az Országos Roma Önkormányzat Tolna vármegyei képviselője szerint a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatásához elengedhetetlen, hogy az érintetteket minél fiatalabb korukban intenzíven támogassák különböző programokkal. Nem mindegy, hogy az adományok országává válunk, vagy a valós munkaerőpiacon tudjuk eltartani a családunkat, mert hogyha így szocializálódnak majd a gyerekeink, amikor azt látják, hogy az apa felkel, dolgozik, és el tudja tartani a családját, én azt gondolom, hogy ez az elsődleges. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság területi kisebbségi kapcsolattartó munkacsoportja rendszeresen szervez a mostanihoz hasonló egyeztetéseket. És a célunk az, hogy a mai napon más szakemberekkel együtt fölmérjük azt, hogy milyen lehetőségei vannak a hátrányos helyzetű gyerekeknek tanulással kapcsolatban. A hátrányos helyzetű fiatalok iskolai lemorzsolódását tekintve egyébként az elmúlt években jelentős elmozdulás történt Tolna vármegyében. Mostanra az idő előtti iskolát elhagyók aránya mindössze néhány százalék. Tolna vármegye útjain az ünnepi hosszú hétvége nem múlt el tragédia nélkül. Az elmúlt 4 napban egy halálos kimenetelű, 3 sérüléses és 12 anyagi kárral járó baleset történt. Mint arról korábban beszámoltunk, április 29-én Bonyhád külterületén a 6534-es számú úton gyalogost gázolt el egy kocsi. A 41 éves férfi olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette. A 111-es úton Dombóvár irányába a sofőr elmondása szerint 2 fácán szaladt ki elé. El akarta kerülni az ütközést, elveszítette uralmát a járműve felett, és az árokba csapódott, ahol egy vadveszélyt jelző táblát is kidöntött. Az autó sofőrje könnyebben sérült meg. Szintén Bonyhádon, Dr. Koltai utcában egy 52 éves nagymányoki férfi egy balra ívelő kanyarban elvesztette uralmát az autója felett, letért az útról. A sofőrnél a szonda igen magas értéket mutatott, ezért őt további mintavételre előállították. Egész Európa biztonságára veszélyt jelent a szervezett bűnözés keretein belül működő embercsempészek tevékenysége, ezért is kiemelten fontos a velük szembeni határozott fellépés, jelentette ki a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára kedden. Rétvári Bence felidézte, hogy idén januárban indult el magyar-osztrák és szerb rendőri együttműködésben az a misszió, amelyben a rendőrök Szerbia déli határain teljesítenek szolgálatot az illegális migráció és az azt elősegítő embercsempészettel szembeni minél határozottabb fellépés érdekében. Az államtitkár kiemelte, hogy az elmúlt időszakban a szervezett bűnözői csoportok egyik legfőbb bevételi forrásává vált az embercsempészet, melynek során a bűnözők egy illegális migráns Nyugat-Európába csempészése során akár több millió forintnak megfelelő bevételre is szert tesznek. Hirdető táblával dobta be haragosa autójának szélvédőjét egy sárpilisi férfi. Az eset kora este egy benzinkúton történt. A drámai képsorokat nem csak a tankolók nézhették ott végig, a kamerák is rögzítették. A rongálónak most börtönbe kell vonulnia. A tulajdonos autóját egy korábbi haragosa látta meg a töltőállomásnál. A dühös férfinek azonnal eszébe jutottak a korábbi sérelmei, ezért felkapta a földre helyezett hirdetőtáblát, majd egyszerűen hatalmas erővel a jármű ablaka felé hajította. Az egészet rögzítették biztonsági kamerák is, ezért nem volt nehéz megtalálni az indulatos elkövetőt. A rendőrségi nyomozás nem régen zárult le, az ügyben most született bírósági ítélet. A szekszárdi járás bíróság a vádlottat rongálás vétsége és garázdaság vétsége bűncselekményekben mondta ki bűnösnek, ezért halmazati büntetésül 70 nap elzárásra ítélte. Vagyis a benzinkúton rongáló férfi több mint 2 hónapra börtönbe megy tettéért. A fiatal elkövető egyébként nem egészen 2 év alatt most állt 3-szor a vádlottak padján. 2021-ben zsarolásért kellett felelnie, tavaly pedig szintén egy rongálás miatt vonták felelősségre. A bíróság a büntetés kiszabása során
súlyosító körülményként értékelte, hogy a vádlott korábban már többször volt büntetve, kapott már korábban felfüggesztett szabadságvesztést, illetve közérdekű munkabüntetést is egyéb bűncselekmények miatt, azonban nem tartotta vissza hasonló bűncselekmények elkövetésétől. A férfinek emellett közel 200 000 forintot is meg kell fizetnie a sértett részére. Az ítélet jogerőre emelkedett, mert azt minden érintett tudomásul vette. Regionális híreink következnek. Menüsort készítettek, az IDESÜS elnevezésű szakmaismereti verseny döntősei főztek. Virágzik a bánáti bazsarózsa, hungarikummá nyilvánítanák a ritka növény. Folklór műhely, horvát tánctanítás a pécsi iskolában. Alapanyag használat, elkészítés, tálalás. Ezeket a szempontokat figyelte a zsűri az idei IDESÜS elnevezésű szakmaismereti versenyen. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett megmérettetés döntőjébe a legjobb 10 csapat mérhette össze tudását, akik egy menüsort készítettek el. Szépen terített asztalok sorakoznak a pécsi Zsolnai Vilmos Technikum és Szakképzőiskola egyik termében. A tankonyhában pedig ételeket készítenek ezek a fiatalok, akik mind a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szakmaismereti versenyén vesznek részt. Az IDESÜS elnevezésű megmérettetést második éve szervezi a kamara nagy sikerrel. Tavaly is 200 fölötti jelentkezőnk volt, idén is 213-an neveztek. Ez egy háromfordulós verseny, az első fordulóban egy online tesztet töltenek ki, itt nyilván még tudnak a felkészülése kapcsolatban ugye keresni interneten válaszokat, ami már érdekes, hogy ez mennyire felkeltette a figyelmet. Tényleg nagyon nagy számú vidéki iskolából voltak jelentkezők. Utána ebből a 213-ból háromfős csapatok alakulnak, akik elkészítenek egy menüsort, megcsinálnak egy ilyen menülapot, ezt beküldik nekünk, ezeket elbírálják a gasztronómiai klaszter tagjai, a leginkább az elnökség. Ezután a zsűri kiválasztotta azt a 10 csapatot, akik itt a döntőben mérhetik összetudásukat. Az összetett feladatra 2 órát kaptak a versenyzők. A gyerekek előre megkapták a 2 receptet, ami alapján dolgozniuk kell. Ez idén batáta krémleves és gersli risotto gombásan, vagy pedig hússal elkészítve. A gyerekek választhattak a receptek között. Ezen kívül önálló és egyéni ötleteket bele lehet vinni. A zsűri folyamatosan figyeli az alapanyag felhasználást, az elkészítést és a legvégén a tálalást. Az IDESÜS szakmaismereti verseny végén első helyezést ért el a drávafoki Csikesz Sándor általános iskolájának csoportja, második helyezett a Hosszúhetényi általános iskola csapata lett, míg a harmadik helyen a Park utcai katolikus általános iskola diákjai végeztek. Hungarikummá nyilvánítanák a bazsarózsát, amely egyedülálló számban fordul elő a Nagymező Aranyhegy természetvédelmi terület és a Mecsek tájvédelmi körzet területein. A több mint 1000 hektáros területen közel 100-200 ezer tő is található a virágfajból. A napokban virágzik a bazsarózsa, a Nagymező Aranyhegy természetvédelmi terület és a Mecsek tájvédelmi körzet területein. A 250 ezer forint eszmei értékű védett növény a világon egyedülálló számban fordul elő hazánkban. Igazából a világ állománynak, tehát az egész világon itt fordul elő durván a 90-95%-a. Ezen kívül még 3 helyről ismert a bánáti bazsarózsa előfordulása, ami tulajdonképpen már csak 2, mert a Fruskagora Horvátországban már évek óta nem ad életjelet, a fruskagórai állomány. A bánáti bazsarózsát, amelyet a történelem folyamán gyakran gyógynövényként is alkalmaztak, folyamatos érdeklődés övezi a túrázók körében is, akik a tavalyi évtől már egy fesztivál keretén belül is látogathatják a területet. Igen, hát ezt a bazsarózsa fesztivált ezt tavaly kezdték el szervezni. Az idei évben már jóval ismertebb volt, nagyon sok látogatót fogadott Hosszúhetény. Napi 4 túrát vezettünk, nemzeti parkos kolléga is vezetett velem, illetve civileket is be kellett vonni, hogy folyamatos legyen a túravezetés. A bazsarózsa lelőhelyét az év folyamán bármikor látogathatják a túrázni vágyók, ha betartják a természetvédelmi terület előírásait. Szabad akkor itt kérnék meg mindenkit, hogy az autót azt a védett természeti területen kívül hagyja, ne tapossuk el a gyepet, itt értékes rovarfajok, növényfajok fordulnak elő,
És hogyha már egy autót beengednénk, akkor onnantól jön a következő, akkor miért ne állhatna 100 autó, az pedig már komoly kárt is okozhatna. A növény nyomába eredő túrázók a természetvédelmi területen a bánáti bazsarózsán kívül akár még közel 40 védett növénnyel és különféle állatokkal is találkozhatnak túrájuk során. Egy horvát országból a Zágráb melletti Samobor településről érkezett népi együttes tartott folklor műhelyt a Miroslav Krezla horvát iskolában. Az intézmény egyik fő profiljában a hagyományőrzésbe is remekül illő programot a diákok is élvezték. Népi dallamoktól volt hangos a Miroslav Krezla horvát általános iskola, gimnázium és kollégium aulája. A kétnapos itt tartózkodásuk ideje alatt a Horvátországból érkezett együttes népi dalokat és táncokat tanított az iskola diákjainak. Ők már harmadik kézben a vendégeink, illetve egész pontosan az egyesületnek néhány tagja a harmadik kézben a vendégünk, és amikor legutóbb itt jártak nálunk egy felnőtt kórussal, akkor kezdtünk el gondolkodni ebben a másik kezdeményezésben, hogy nekik van egy gyermekcsoportjuk is. Az iskola életében fontos szerepet játszik a hagyományőrzés és a horvát kultúra ápolása. Éppen ezért a tanulók is több lehetőség közül választhatnak ezzel kapcsolatban. Az iskola repertoárjában szerepel az énekkar, úgy szintén, mint a tánc és a zeneoktatás. Heti 5 kötelező testnevelés óra közül az egyiket tánccal váltjuk ki, néptánccal természetesen, melyet beépítettünk az órarendjükbe 1-től egészen 12-ig, illetve alkalmuk van hangszerezenét és órarendi kereteken belül tanulni az általános iskola 3. osztályától kezdődően a 9. osztályig, és a népdalról pedig le is beszéljünk, hiszen az énekzene tantár keretein belül természetesen a horvát népzenét is tanulják. A horvátországi vendégek nem unatkoztak itt tartózkodásuk alatt, hiszen az együttes fennállásának 50. évfordulójának alkalmából bemutatták az önálló estjüket is a horvát színházban, amelyet nagy siker övezett a nézők részéről. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna vármegyei híreinket még egyszer röviden. Retromajális Szekszárdon színes programokkal és fellépőkkel várták az érdeklődőket. Útfejlesztés, több mint 4 milliárd forintból épülnek és újulnak meg köz- és kerékpárutak Szekszárdon és környékén. A cél támogatni a rászoruló fiatalokat, rendőrök és roma vezetők egyeztettek közoktatási szakértőkkel. Hirdető táblával dobta be a szélvédőt, több hónap börtönbüntetésre ítélték a rongálót. Szerdán még folytatódik a változékony idő. Nyugaton és északkeleten időről időre felélénkül majd az északi szél. Zömében erősen felhős ég várható. Záporok szerte az országban előfordulhatnak a nap folyamán. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!